Egy nagyszerű könyvben olvastam a kérdést, hogy mert micsoda az ember élete, és a válasz, hogy csak pára, ami egy ideig látszik, azután pedig eltűnik. Ezt a pára mi voltunkat próbálom én a képeimbe belevinni, olyan módon, hogy finom színárnyalatok, semmibe vesző figurák, és hogy ezt a pára létünket, hogy átmenetileg vagyunk itt, és ezt mindig megtartsam. Emellett nem elfeledve a gondolatokról, hogy a háttérben mindig legyen gondolatisága a képnek. A gondolatiságot pedig, még ha nem túl szép a gondolat, akkor is szeretem a szépség eszközeivel kifejezni, mivel úgy gondolom, hogy a mai világban élő embereknek nagy szüksége van rá. Voltam fiatal, és 17 éven át hivatásos táncművész a Honvéd Együttes csapatában. Ebből adódott, hogy a mozgás eleve az életem szerves része lett. Nyilvánvaló, hogy a képeimben ezeket a külső-belső mozgásokat nagyon jól tudom használni. Az aktba, műfajba szinte minden bele képzelhető, kifejezhető, ábrázolható, születéstől a halálig, a szerelem, barátság, a magány, tehát a legelvontabb és a legkonkrétabb emberi tulajdonságok, cselekvések, történések. Rajtam kívül is nagyon sokan kedvelik a fekete-fehér fotót, hiszen az egyfajta absztrakció. Tehát itt nem lehet építeni a színek pszichológiájára, bár természetesen a fekete is, meg a fehér is szín, de nem zavarnak a zöld pázsit, a piros nyaksál, a kék jégbolt, hanem a lényegre, akár az emberre, vagy a tájra tud koncertálni az ember, vagy a mozdulatokra, a test szépségére. Idézném Feledi Balázst, aki a májusi kiállításunknak a megnyitó beszédét mondta, és ő ezt nagyon jól kifejezte, hogy miért működünk mi jól együtt. Azt mondta, hogy azért, mert minden festmény, mintha egy kicsit fotó volna, és minden fotó, mintha valamennyire festmény is volna. Eléggé hasonló gondolatok foglalkoztatnak bennünket, eléggé hasonlóak a kifejezési eszközeink is, így nagyon jól érezzük magunkat együtt. A művészettörténet, fototörténet ismer már ilyen páros felállásokat. Ezek a képek szürreális motivumokat hordoznak. Tehát, hogy minden igaz, minthogyha egy fényképezőgéppel örökítettük volna meg, de az ember kapcsolatba kerül a képeivel, akkor rájön, hogy nagyon is a sakkfigura szimbolikusan egy hatalmat megfogalmazó asszony, aki ott a királyt is letarolta. Tehát, hogy most egy képet ragadtam ki, de minden képénél ezt a fajta átvitt gondolatsort fedezhetjük föl. És közben természetesen, hát köztudott, hogy a színeket nagyszerűen használja. Lehet, hogy én most azért válogattam fekete-fehéreket inkább, hogy egyfajta kontraszt. Így kiegészítjük egymást. Én is szeretem, hogyha a képvel kapcsolatba kerülő befogadó tovább viszi a gondolatot, amit én szeretnék tolmácsolni, és sok esetben úgymond a befejezés a nézőre van bízva.